Az évtized egyik legsúlyosabb vasúti balesete történt tavaly áprilisban Újfehértó közelében. Egy traktoros a fényjelző tilos jelzése ellenére hajtott a sínekre, és ütközött a mindkét irányból érkező szerelvényekkel. A balesetben a traktor sofőrje életét vesztette. Ez a tragédia is szerepel a rendőrség halálos balesetekkel foglalkozó táblázatában. Ezzel együtt 2021-ben 21 halálos baleset történt a megyében, kettővel kevesebb, mint 2020-ban. Emelkedett viszont a bűncselekmények száma. Míg 2020-ban 9176 cselekmény történt, addig 2021-ben 9736. A sárga görbe azt jelzi, hogy ezzel együtt nőtt a nyomozás eredményességi mutató 78,9%-ról 82,9%-ra. Az emelkedést elsősorban a Covid-járványra vezette vissza Farkas József dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány. Ez az egyes bűncselekményeknél, a testi sértéseknél van egy közel 7-8%-os növekedés. Talán az emberek is frusztráltabbak voltak, talán többet össze voltak zárva a családon belül és rokoni körben. Ez is okozta az egyik szeletét. A másik szelet, amiről szeretnék szólni, az okirati bűncselekmények. A határokon, nyilvánvalóan a megváltozott határforgalom, amiről szólok, rengeteg olyan okirattal próbálták igazolni, alátámasztani, hogy ők jogosan akarnak menni Nyugat-Európába, ahol dolgoznak hamis munkaszerződésekkel, ami önmagában hozta, hogy ezeknek a felfedése kapcsán eljárásokat kellett indítani. Ez is azért jelentős nagyságrend. És hát a következő, ez pedig az online térben elkövetett csalások. Nap nem múlt, nem múlik el úgy, hogy a különböző internetes oldalakon, talán épp a Covid kapcsán is, amikor 2021-ben volt, hogy az emberek többet töltöttek otthon, gép mellett rendeltek, nem nagyon mertek annyira boltba menni, üzletekbe, és erre a csalók is úgymond ráéreztek. A testület Jobbik Momentum frakciójának vezetője Adorján Béla azt mondta, attól tart, hogy az idei turisztikai szezonban a jogszabályi változások miatt több vízibaleset fordulhat elő, mert a korábbi 9 helyett 20 lóerős motorokkal ellátott hajókkal is közlekedhetnek jogosítvány nélkül a folyóvizeken. A vízi járművek használatának tekintetében mintegy 110%-os teljesítmény növekedést engedélyezett a törvény. Különösebb jogosítvány megszerzése nélkül. Ez azt jelenti, hogy a korábbi időszakban, tehát a tavalyi turisztikai szezonban mondjuk egy 9 lóerős hajtóerővel rendelkező motort lehetett csak üzemeltetni vízijártassági és külön vizsga nélkül. Idén a turisztikai szezonra viszont ez a 9 lóerő, ez 20 lóerőre változott. Arra szeretnék konkrétan rákérdezni, hogy fel tudott-e erre a jogszabályi változásra készülni a rendőrség a turisztikai szezon védelme érdekében, mert azért azt tudjuk, hogy különösen Gergely-Ugornyái szakaszunkig elég jelentős a Szamoson és a Tiszán is a kenus turizmus. Veres János, a testület szocialista képviselője arról beszélt, hogy szigorú fellépés kellene a kábítószerterjesztők ellen. A lakosok közül már többen tudják azt, hogy kik a terjesztők. Nem biztos, hogy kokain. Lehet, hogy pszichotrop anyag. Ilyen-olyan színű, méretű, hadd ne mondjam végig, hogy mik vannak. Na most én azt tudom mondani, hogy ez a legveszélyesebb dolog, ami szerintem a következő évtizedekben a társadalmunkra ilyen értelemben a most tárgyalt témák közül itt van előttünk. Én erről többször szóltam már a közgyűlésen, én azt szeretném mondani, hogy nem kérek rá reagálást, csak azt szeretném, hogyha a rendőri magatartás ebben a kérdésben olyan módon változna, hogy ez legalább olyan súlyú, mint hogyha egy potenciális gyilkost akarna elfogni a rendőrség. Potenciális gyilkos lássanak a terjesztőkben. Nem tudok másként fogalmazni. Lipők Sándor, fideszes frakcióvezető, megköszönte a rendőrség áldozatos munkáját, és említést tett arról, hogy jelentősen csökkent a gépjármű lopások száma a megyében. A gépkocsi lopásokkal kapcsolatos bűncselekmények, itt a személygépkocsikról van szó, az szinte minimális, vagy azt mondom, hogy nem is létezik. Főkapitány úr felvetített a szlájdon, de hát ez sem a megyéhez kötődik, csak a megyében történt az elfogás ezzel kapcsolatosan. Nagyon kísértékű gépkocsikat, és szerintem ilyen állampolgári okoskodás miatt próbálnak meg egyes emberek gépkocsi lopásként föltüntetni cselekményeket. Én azt hiszem, hogy a gépkocsiaink biztonságban vannak, hála a közrendnek és a közbiztonságnak.
A testület egy órás tanácskozás után egyhangulag 19 igen szavazattal fogadta el a megyei rendőrfőkapitányság 2021-es beszámolóját.